Szevasztok! Ebben a videóban Krubi munkásságáról fogok véleményt alkotni, és kifejezni a véleményemet, és elmondani, hogy mit gondolok erről az egészről. Arra kérlek, hogy tarts velem és nézd végig a videót, iratkozz fel Instagramon, ha szeretnél kövess be, RioOfficial25 beírod Instagramba, és megtalálsz, és ha szeretnéd, akkor ott leírhatod a véleményedet erről a videóról és a videóban elhangzottakról. Mindenképp tartsatok velem, hiszen érdemes. Gyertek! Szevasztok! Krubi, azaz Kurbli, vagy Krumpli, mindegy, jó, csak vicceltem, a neve az, ami meséből van. Most az ő munkássága miatt úgymondottan fonogram díjat nyert, és én egyszer láttam az ő videóklipét, meg hallgattam meg ezt a bizonyos zenéjét, vagy én nem tudom, minek is nevezzem az ő munkásságát. Nekem nem a Krubival, mint személlyel van bajom, hanem a munkásságával, mert ezt a banános klipet igazából nem értem. Tehát értem, azt vágom, hogy viccnek készült, de hogy ezt még komolyan is vegye ő maga és a fonogram díj szervezői, szerkesztői, és erre ő kapjon egy díjat, felfedezett, meg külön díj, meg tehetség, meg mit tudom én, milyen díjakat kapjon, ez egy vicc. A szövege egyetlen semmit nem mond, értelmetlen, felfoghatatlan, zagyvaság, üres semmiség. És kérdezem én, hogy erre miért kapunk fonogramdíjat? Ennyiből én is kaphatnék fonogramdíjat az autótyúros felvételeimre, engem is jelölhetnének, meg engem is jelölhetnének mindenféle díjra, tehát nem is értem. Az AK26-os srácokkal nincs probléma, csak a daluk, ez a bizonyos bluff dal, ami már 27 milliót ért el. Megérdemelték a díjat a srácok, az AK26 megérdemelte, mint reformáció. De én azt gondolom, hogy ez a bluff szám, ez egy ilyen márka jellegű, tehát itt tele van márkákkal és egyéb ilyen bolondságokkal. Tényleg az is egy ilyen tükör, hogy az emberek mit szeretnek jobban, és mi az, ami nekik fontos. Na de én gratulálok az AK26-nak, és igen, megérdemelték, de az a bluff szám igazából. Én úgy tudom, hogy a Mr. Basztával a régi AK26 reformáció miatt lett volna sikeres. De ők összevesztek meg egyébként. Na mindegy, igazából visszatérve Krubira, nem a Krubival van baj, a munkásságával, az agyvaság az egész. Tehát én nem is értem ezt az egészet, hogy miért kapott ő díjat, vagy egyáltalán ezt furcsállom én ezt. Ez egy olyan díjátadó, ahol jelölnek olyan miatt, ami igazából semmit nem ér. Tehát ennyiből Mr., vagyis Mist is jelölhették volna, meg jelölhették volna Ábrahámot, BSV-t, jelölhették volna a nem is tudom, Subbase Monster például, pedig ő megérdemelné. Jelölhették volna SM-et, és jelölhettek volna nagyon sok mindenki mást, de úgy látszik, hogy itt igazából a leghülyébb és leggagyibb kategóriában érdemes nyerniük az embereknek, és hát mire éhezik a nép arra, hogy tele van autótyúrral ez az egész. Igazából csodálkozom, hogy a Nem az a lány és a Lil G, Petőfi, Sándor című daluk videóklipjük nem kapott jelölést. Ez egy furcsa dolog, és meg is lepődtem, hogy őket egyáltalán megsemmitették. Pedig szerintem lehet, hogy ők is megérdemelték volna a Petőfi Sándor, mint legfelkapottabb dal. De hát úgy látszik, hogy ez a Krubi, ez ilyen dolog. Közben bőg a motor a háttérben, valaki száguldozik. Na de ennyi, nem? Tehát, na mindegy, ennyit szerettem volna. Tehát, tudom én, mit mondjak erről. Tehát ennyi.